A Kompország mai vendége Csintalan Sándor, egykori politikus, televíziós, rádiós műsorvezető. 1954-ben született. Az érettségi után 2 évig jó részt alkalmi munkás volt. Később a Kossuth Lajos főiskolára járt, de letett arról, hogy felderítő legyen, majd Egerben szerzett magyar történelem szakos általános iskolai tanári diplomát. Hivatását csak néhány hónapig gyakorolta egy csepeli iskolában. Már az egri főiskolán KISZ titkár volt, az állampárti MSZMP-be 1977-ben lépett be. KISZ alkalmazottként egyik szervezője volt az ifjúsági parlamentek közoktatási ágazatának, majd a SZOT apparátusában volt munkatárs, illetve az MSZOSZ-nél megbízott osztályvezető. 1990. májusában belépett az MSZP-be, hamarosan a párt országos elnökségének tagja lett, 94. októberében ügyvezető alelnöke. A 94-es választásokon egyéni körzetét megnyerve bejutott az országgyűlésbe. 99-től egyre inkább háttérbe vonult, a politikától a parlamenti ciklus végén visszavonult és kocsmát nyitott a Lehel téri piacon. 2007-ben a másik oldalon tűnt fel, belépett a Fideszbe, 10 évig volt a párt tagja. Idén júniusban bejelentette, hogy visszalép az MSZP-be. Jelenleg a Magyar Hang Kötött Fogás című online műsorának állandó vendége. Üdvözlöm a nézőket, ez a Kompország, a Magyar Hang közéleti beszélgetős portré műsora. A Magyar Hang szerkesztőségéből jelentkezünk, és ennek megfelelően, vagy ez előszhangban megmutatnám, hogy már kapható a Magyar Hang eheti legfrissebb száma. A címlapon Zaher Gábor látható, és elég erős a cím, az olyan majmok tartják egyben a rendszert, mint én. Ezt a mondatot emeltük ki, de egyébként számos más érdekesség is van az újságban. Megemlékezünk Milán Kunderáról, és Novák Ferenc Tatával is van egy interjú, ez nekem különösen nagy öröm. Keressék az újságot, iratkozzanak fel a csatornánkra, és a mai vendégünk pedig Csintalan Sándor. Ilyenkor mondani szoktunk egy titulust, és én azt fogom mondani, hogy politikus, ha ez így vállalható. És ahogy látható, a politikai eseményekre eléggé gyorsan reagál Csintalan Sándor. Mondhatni, így besompolygott a stúdióba most. Igen, ez történt konkrétan. Ez az egyik. Egyébként figyelj már, Szabolcs, mert egyszer valaki nekem elmagyarázhatná, mint egy 3 éves gyereknek, hogy mi a szent... Miért kell mindig mindenkinek, hogy titulusa legyen? Tehát titulus nélkül nem ember az ember? Ez egyébként nem téged cseszegetlek, ez állandóan ez megy. És akkor mit írjunk ki? Jaj, hogy szólítsalak? Hát nevemen. Van nevem. Ez így van? És ez meg is történt? Én nagyon remélem, hát tudom, te tudod, de nem neked szólt az a teátrális ajánlat. Mindenkinek, újságíró tanoncoknak, a véletlenül beleszólnak, hogy az embernek van neve. Ez az egyik dolog, a másik, amit akartam mondani, hogy nem is tudom. Ja igen, ez a politikus dolog. Hát persze, állampolgár vagyok. És amúgy meg a politikus az nem feltétlenül hivatásos politikus. Jó, én szerintem csak annyi történik, hogy én egy kicsit többet foglalkozom a politikával, mint mások. Másoknak is azért ajánlanám, ez a szerencsétlen ország nem tartana ott, ahol tart, hogyha drága bárgyú népünk hajlandó lenne egyébként a saját dolgaival foglalkozni, és a saját ügyeibe beleszólni. Hát, ha ez a politizálás, akkor politikus vagyok. Ő csak azért gondoltam ezt így, hogy nem csak az úgy határoználak meg, hogyha egyáltalán muszáj ilyet tenni persze, hogy politikával vagy közéleti kérdésekkel foglalkozó személyiség, hanem azért téged az ország azért jó részt úgy ismert meg, mint egy politikus, tehát aki egy pártnak nem csak egyszerűen a tagja, hanem volt egy idő, amikor az egyik legfelső vezetője is volt. Majd most ugye egy elég hosszú kanyar után ismét, hát végül is ugyanannak a pártnak a tagja lettél, amit ide fontosnak gondoltad, hogy ezzel egyfajta jelzést adjál annak, hogy jelzést adjál az embereknek, hogy fontos a politikával ilyen szinten is foglalkozni. Egyébként... Tehát, hogy a fontos, hogy valamilyen szervezeti párt keretek között
végezik az emberek ezt a tevékenységet? Ez miért fontos neked például? Hát akartam ironizálni azon, hogy volt, aki szokott azzal küzdeni, hogy újságírónak titulál, te ügyes fiú vagy, te egy kvalitásos, valóságos újságíró vagy, úgyhogy tényleg nagyon helyén való, hogy nem úgy szólítottál, mert hogy ugyanakkor meg jó szerével most van több mint 20 éve. Milyen 20 éve? Több mint 20 éve. Végül is a médiában dolgozom, vagy egy jelentős részt onnan kaptam a fizetésemet már média munka után. Hát az, hogy politizáljak, ugye jövőre leszek 70, ennek több oka van. Egyrészt abszolút meg vagyok arról győződve, hogy amit ezelőbb is jeleztem, hogy az embernek a közügyeivel, saját ügyeivel foglalkozni kell. A politika nem valami elvont dolog. Akkor nagyon konkrét dolgokról szól, és persze elvi, döntően elvi, nem szektáriánus, elvi alapon zajlik. Vagy kéne, hogy zajlódjék. Most, ha úgy teszik, harmadszor vagyok az életemben olyan helyzetben, hogy azzal is foglalatoskodom, hogy emberek figyelmét felhívjam arra, hogy ha nem akarnak ilyen depresszív, bánatos magyarok lenni, és szeretnének, ha az unokáiknak, gyerekeiknek itt ebben az országban legyen jövőjük, akkor a közügyekkel foglalkozni kell. Az pedig a politika maga, és a közügyekkel egyébként a leghatékonyabban, vagy az ország ügyeivel, de a helyi ügyekkel is akkor lehet foglalkozni, az ember szervezet keretek között teszi ezt. Ezek a szervezet keretek, ezek lehetnek civil szervezetek, de ha az embert mondjuk például az országos ügyek is izgatják, már pedig jó lenne, ha izgatnák, akkor azok a civil szervezetek, bármennyire is furcsa hangzik, amelyek az ország és a haza meg a nemzet jövőjével foglalkoznak, azokat pártoknak hívják. És ahhoz, hogy a pártok egyébként pártszerűen a polgári demokrácia, a kollektív nyugat szabályai szerint, a kollektív nyugat, a polgári demokrácia viszonyai között, úgy, hogy a nép beleszólhasson, a köznép, és ne csak 4 évente a haza sorsába, ahhoz az kell, hogy legyenek pártok, és a pártok, meg szakszervezetek, pártok és szakszervezetek pedig csak akkor működhetnek, és akkor képviselhetnek valamit egyáltalán, nem csak önmagukat, az úri osztályt, a magyar gentrit, Orbán Viktort és a 60 pusztáját, hogyha a pártnak vannak tagjai, meg a szakszervezeteknek vannak tagjai, és hogyha a pártoknak meg a szakszervezeteknek van vagyona, nem azért, csak hogy a hivatásos politikusok fizetést kapjanak, hanem azért, hogy a elveiket, konkrét elképzeléseiket, adott esetben konkrét döntéseiket nyilvánosan el tudják mondani, nyilvánosan meg tudják jeleníteni ahhoz, hogy a politikusaik járhassák az országot, szervezhessék a jó népet. Ehhez pártok, szakszervezetek, civil szervezetek kellenek. Ergo elég hülyén menné ki magát, hogyha most én, és ezt most talán a 21. század egyik legfontosabb kérdésének tartom, hanem a legfontosabbnak, hát nyilván nem az akkumulátorgyárakhoz képest, de ezekkel összevetve is, hát ezért vannak itt akkumulátorgyárak, és ezért lesz ez a nemzet rabszolga meg hulladéklerakó, mert nincsenek pártjai. Csak oligarchái vannak a hatalomban, hát az ellenzék meg erejétől meg van fosztva. Na szóval, elég hülyén venné ki magát, hogyha úgy agitálnék, vagy úgy próbálnám a jó népet győzködni, hogy én meg nem vagyok párttag, nem vagyok egy pártnak sem tagja. Na most hát az utam eléggé evidens, őszintén szólva. Én nem szektához esküdtem föl soha, és nem valakire esküdtem föl. Amikor én a Fideszben voltam, melynek volt egy időszaka, amikor néppártosan viselkedett, néppártként akart működni, ugye ellenzékben,
Igen. No, pláne egy nagyon fontos politikai küldetése is volt az akkori kormány, az akkori Gyurcsány kormány, az akkori politikai többséget, mert az nem volt egy rendszer, abban az értelemben, mint az Orbán rendszer. Annak a politikai megbuktatásában részt vettem, és ezt mai napig büszkén vállalom. Nekem az égatti világon semmi szégyenivaló nem volt. Én nem lettem ettől. Ó Istenem, milyen furcsa ezt így kimondani. Nem lettem ettől úgymond nemzeti konzervatív, miközben sose értettem, hogy én mitől nem vagyok nemzeti. Szegény buta Szűrös Mátyástól kérdeztem annak idején, hogy én miért nem vagyok magyar. Sose értettem. Igazából azt az ízét sem nagyon értem, majd te elmagyarázd egyszer, hogy mi az, hogy vannak nemzetibbek. Az mit jelent? Én azt gondolom, hogy az a magyar közéletnek egy súlyos hibája, nagyon sokan benne, és voltunk, így is mondhatom egy időben, hogy használjuk ezt a nemzeti oldal kifejezést. Hát, hát én azt gondolom, hogy az nem egy oldal, hanem ugye az egész, az a nemzet, és akkor azon belül persze vannak baloldaliak, jobboldaliak, konzervatívok, liberálisok, és így tovább, és így tovább. Viszont most visszakanyarodnék a múltba. Tessék belépni a pártba. Valamilyen pártba, tök mindegy. Jó, nyilasokon ne. Jó? Azt a üzenet átment, de amikor te elkezdtél foglalkozni politikával, azért ez nagyon korán volt, már nagyon fiatalon, ugye az Egerben a főiskolán, a KISZ talán ott kezdődött, aztán elég hamar az MSZMP-ben, a gimnáziumban. Akkor például akkor nyilván egészen mások voltak a körülmények, a lehetőségek, hát a nagy választék nyilván nem volt, hogyha valaki pártba akart belépni, mert ugye abból egy volt. De hogy akkor mi volt az indítatása, ami a politika felé vitt? Hasonló megfontolások? Vagy esetleg volt valami családi indítatás, otthonról hozott érdeklődés volt ez? Az az igazság, hogy amikor én bekerültem a gimnáziumba, meg fölkerültem a szüleimhez, mert én Tegléden, Teglét környékén a nagyszüleimnél nevelkedtem, oda kerültem. Apám az egy igen erősen politikai érdeklődési személy volt. Reggeltől estig szólt a Szabad Európa Rádió, a lakás, a Szent István körülti lakás minden szegletében volt egy, hogy hívják ezt, egy hangszóró. Reggeltől estig ezen megőrültem tőle. És aztán, amikor bekerültem, ez bizonyos értelemben befolyásolta egyébként a jövőképemet, mert az apám nagyon rendszerellenes volt. Valamikor ő el is veszítette a munkáját, mert a Szozdem pártból nem volt hajlandó átlépni oda. Magyar Dolgozók pártjába. A Magyar Dolgozók pártjába. Nem szerette a kommunizmust, baromira nem szerette. Én meg nem voltam oda az apámért. Idegesített. Mondhatni, ez egy lázadás volt? Ugye két tipikus válasz szokott lenni, az ember szülőkövető, a másik pedig, hát nem volt egy lázadás, csak nem szerettem. Hát nem, nagyon, nem ismertem őket, és akkor megjelent egy baromi domináns ember az életembe, aki reggeltől estig azt a szart hallgatta, hát tényleg agyvérzést kaptam tőle. De hát a lényeg azért az volt, az a Berzsenyi Dániel egyetemi jellegű főgimnázium, ahol jártam, ahol hát egész ugye 13. kerületben volt, ugye Kádár politikai környezete, stb. Na most mindennel együtt és mindennek ellenére egy iszonyúan nyitott szellemű iskolába jártam, hát hogy aki neked mond valamit, ugye Pártos Vera, Gartner Éva, ugye két meghatározó személy volt az életemben. Hát a Gartner Éva volt a tanárom, ha úgy tetszik, az állandó magyar tanár, a Pártos Vera meg alkalmasint, meg jött meg, de hát a C-sekkel, akikkel együtt tanultunk nyelvet, ők matekosok voltak, én fizika szakra jártam, egy a világ vicce volt mindegy. Szóval egy mi Szolzsenyicint olvastunk, nagyjából úgy volt, hogy azt mondták, és lényegében ez volt az elsőtől kezdve, de ez volt az egész iskola szelleme, a Berzsenyi szellem, hogy jó, fölvettük a magyar tankönyveket, és akkor mondták, hogy majd az érettségi meg lesz a 20 tétel, onnantól kezdve meg az jött, amit ők, tehát mi Adit
Károli Bibliával tanultunk. 1969-73. Aztán én voltam egy ideig a marxista diák akadémia, a Lenin szó nem volt benne, a marxista diák akadémia elnöke, és az előadóink akkoriban Heller Ágnes, Vajda Mihály, Márkus György, Tordai Zádor, Őrsi István, soroljam. Senki nem kapott semmiféle pártfegyelmét, tehát én egy olyan közegben nőttem föl, amikor itt mesélik, hogy mi volt, másod biztos az volt, itt nem az volt. Azon kívül meg engem, mint fizikai dolgozók gyermekét, néhányokat, másokat is, delegáltak szó szerint az Eötvös Loránd Tudományi Egyetemen, és másút is volt, stúdiumgenerálénak hívták. A hátrányos helyzetű gyerekek, fizikai dolgozók gyermekeinek ingyenes egyetemi felkészítő tanfolyam volt. Minden hétvégén én filozófiára jártam. Na most Isten áldja Krokovai Zsoltot, Atkár János volt a főnök ennek a rendezvénynek. Hát meg kell, hogy mondjam, hogy akkoriban nagy Marx viták voltak. Marxot a Grundrisse felől, meg a német ideológia felől tanították, meg Hegelt olvastunk, hát amennyire egy 16 éves, 15 éves gyerek föl tudja fogni. És azon kívül meg megtört szívvel kell tudatnom mindenkivel, hogy a Berzsényen kívül az egy nyíló kulturális korszak volt 62 és 73 között. Már 18 éves koromra ifjúsági klubot vezettem a Marcibányi téren, akkor jelent meg a jazz élet, jazz klub, Interbrass ott lépett föl nálunk először, táncház mozgalom, kutyafüle. Úgyhogy nem éreztem semmiféle politikai pressziót. Most néhány, tegnap beszélgettem egy barátommal, és mondták, hogy elmesélte, hogy mit mondott neki a pártitkár, hogy jaj, Andris, ez meg jó, hát és akkor mi van? Na szóval, én ebben nőttem föl, én ezt szerettem, ebbe beleestem, mint ló a gödörbe, aztán nem vettek föl, hát az pikáns volt, mert ugye ezzel összefüggésben végül is, ha úgy tetszik. Hogy kérdezek közben valamit, hogyha a családban, ugye mondtad, hogy édesapád eléggé ellenzéki mentalitás volt, tehát utálta a rendszert. Igen. Például 56-ról volt otthon szó? Tehát milyen képed volt akkor 56-ról? Hát... Ja, két éves 50, voltál, akkor a személyes élmény nyilván nem jó, volt. Jó, nézd, nem volt traumatikus az élmény, mert hogy... 56-ról a gimnáziumban is forradalomként beszéltek, ugyanazt mondták nagyjából, mint az apám, hát Pártos Veráról, jó, hát kevesen tudják, ugye Őrsi felesége volt, ők benne voltak a Petőfikön, stb. Tehát ők ötem ellen fodaradalmaztak, tehát semmilyen. Ebben ugyanaz volt, mint az apám, jó, hát az apám keresetlen szavakkal, mert hát ő buszsofőr volt, és nem azért, mert buszsofőr volt, hanem hasonló módon volt, hát hogy is mondjam, plebejus, mint retorikai értelemben, nagyon jó dumája volt különben. Hát nem tudom, nekem az van-e, de az apám dumáját örököltem. Hát, nézd, 56, nekem furcsa élményem, nekem 56-tal kapcsolatban van egy katartikus élményem. 1957-ben, amikor Cegléden mi bennéltünk nagymamámmal a városban, egy olyan házban, ahol a szovjet tisztek laktak, és hát mi vágtunk disznót, ott egy nagy udvar volt, elúl volt az STK, több katartikus élményem volt, én lényegében orosz szinte anyanyelvként tanultam, de csak egyet mesélek el, a többi még sokkal szörnyűbb. Az egyik reggel arra ébredtem, hogy a nagymamám nyomja a rokkot, 3 éves volt, és Igen. És akkor hát ott volt a füstölő a konyhaajtó mellett, üres volt a füstölő. Szovjet őrség volt meg 57-ben ottan, ugye az 56-os események okán, és akkor a nagyanyám félig orosz kutyulék nyelven elmondta az őrparancsnoknak, hogy hát üres a füstölő. Az őrparancsnok kivezényelte az őrséget, megkérdezte, hogy ki volt. És akkor nem jelentkezett senki. Aztán kiléptetett minden másodikat. És akkor kilépett minden másodikat, és akkor egyszer csak az egyik srác föltette a kezét. Ott voltam 20 méterre, tehát ez az élmény, persze nem ilyen kerek volt,
hanem iszonyúan durva. Oda ment az őrparancsnok, és tarkó lőtt az orrom előtt. Hát nekem ilyen élményeim is vannak. Hát és azon kívül, meg ugye itt annyiban volt más is, és ez nagyon fontos különben a gimnáziumi évek szempontjából, meg a későbbiek szempontjából, aminek egy jelentős részét most az elmúlt 2-3 hétben éltem meg. Ugye megvoltak a családi legendák, a nagymamám cselédlány volt, az apám egy olyan gazembernek volt a fia, egy nyilas gazembernek, aki a gyerekeit 8-9-10 éves korában kipasszolta cselédnek, és akkor járt az az embernek nevezett lény a az Istenbe, és kaszírozott. Volt 17 gyerek, és szedte be a lóvét. És ugye homályos volt a családi legenda, de most 3 héttel ezelőtt megjelent egy elég közeli rokon, nem nagyon ismertük egymást, és most a dokumentumok vannak arról, amit én azért tudtam, 16 éves koromban megerősödött bennem, mert az a lénynek a viselkedését átéltem, hogy ez az ember, az az én nagymamámat megölte, mert hogy a kandiszkót elverte a jég. És akkor 16 éves koromban elmentünk a nagyapámhoz, ehhez az emberhez, mert hogy haldoklik, akkor mikor beléptünk az ajtón, kálóba, még az volt a szerencse, hogy megbozultam a küszöbbe, az apám mondta, tél volt, az öreg feküdt ott a szalmaágyon, föltámasztom mellette a kanna nohabor, mint ahogy az kiderült, és megkérdezte, hogy kisztag vagyok-e. És akkor mondtam, hogy igen. És akkor szerencsére megbotlottam a izébe, és akkor mondtam, azzal egy időben, hogy azt mondta, hogy na takarodjatok innen, repült a balta. Ja. És itt ment el a fejem mellett. Na szóval mondjuk, hogy mondjam, a nyilasok és a nácik iránti immanens rokon szemben, az mondjuk ilyen izékkel is megalapozódott. Tehát mindig érdekelt. Tehát amikor akkor olvastunk Szemprűn, Nagy utazást, meg akkor olvastunk, akármit, igen. Mindegy. Ugye az első irracionális irodalmi élményem például a holokausztról az a Nagy utazás volt. De hozzáteszem, hogy mondjuk az irodalom is úgy volt, hogy most túl azon, hogy Károly és Adi egyben, meg együtt, hogy hát a világirodalom is. Hát azért ezek a fiatalkori traumák, ezek máshogy ez több életre is elegendőek, azt hiszem. Kicsit ugranék most akkor előre ehhez képest az időben. Hogy... Szóval már akkor is érdekel. Igen, igen, és ugye azt a motiváció így érdekes, igen. vagy megvilágosodtam egy kicsit, hogy miért arra fele tájékozottál amerre. Miért mentél katonai főiskolára, és miért hagytad abba azt két év után? És azt jól tudom, hogy Földi Lászlóval ti ott nem együtt ott. Voltatok, vagy valahol ekkortájt megismerkedtetek? Az a helyzet, hogy ez pikáns az egész, mert ugye miután én egy rettenetes gyerek voltam, meg gimnazista, én állandóan szökésben voltam, hát egy fizika tagozatra jártam, és ez egy drámai tévedés volt. Na mindegy, ezt csak azért mondom, mert egyébként könyvtáraztam állandóan, és a stúdiumra készültem. És ennek kapcsán olvastam Vajda Mihály fasizmus elméletét, és itt jön az, hogy miért mentem katonai főiskolára. Azért mentem katonai főiskolára, mert elmentem a Kossuth Egyetemre felvételezni, magyar történelmi szakra, mert itt akartam hagyni a várost, meg a családomat. És akkor édes volt, hát úgy alakult, de nekem 2 pont úszott, akkor még 20 pontos voltak, mert annyira sok volt az igazolatlanul, meg minden, és akkor azt mondta Balogh tanár úr, kisfiam, te nem fogsz kapni 5-ös történelemből, és az Éva néni is azt mondta, hogy nem fogsz kapni 5-ös magyarból, mert büntiből már az én. Így 18 pontom volt. És akkor elmentem felvételizni, és azért nem volt rossz a felvétel, és akkor nem árulom el, isteni képviselőtársam volt aztán később, és egy fantasztikus agrártörténész, ő volt a vizsgabizottság elő, és megkérdezett, hogy mit olvastam utoljára. És akkor mondtam, hogy fogalmam nem volt a politikai súlyok, mondtam, hogy a Vajda fasizmus elméletét. És ott mindenki lefagyott. Ugye Vajda Mihály akkor mesélte el, hogy hát bizony milyen érdekes, hogy a gazdaságirányítás, meg izé modellben a nácizmus, a kommunizmus, meg a Mussolini fel fasizmus. Meg hát ők akkor már a rendszer nem szerette őket finoman szólva. Hát akkor már igen. Na, de nem is ez, hát maga a mondandó, hát bármi párhuzam.
mondjuk a kommunizmus és a fasizmus között. Hát ezt mondjuk, de ez ilyen strukturális párhuzam volt igazából. Na mindegy, kész, passz, nem vettek fel a Kossuthra, és akkor úgy döntöttem, hogy akkor elmegyek oda, ahova felvesznek. Amúgy is volt bennem egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen romantikus partizán hevület, Isaac Babel, Guevara, tetszik vagy nem tetszik, mindenki bekaphatja. No szóval, hát akkor elmegyek katonai főiskolára. Oda megyek, ahova nem kell felvételizni, mert most egyébként Debrecenből megkérdezték tőle, hogy miért megyek az egyetemre. Mészen, azért, mert hülye vagyok, mondtam volt én. Ha nem lennék hülye, meg izé, akkor nem jönnék egyetemre. Na most a Kossuthon nem kérdezték meg, hogy miért megyek oda. Ilyen hülye kérdést nem tettek föl például. Na mindegy, fölvettek, felderítő szakra mentem. Hát mégiscsak romantikus, meg adja magát, meg ittam én. Azért szeretem, mert rövid leszek, mert operatország, operett hadsereg, az egész egy vicc volt. Tehát ugye akkoriban volt a, most nem tudom, a hanyadik izraeli, egyiptomi, arab háború, és hát ócska technológiai ismeretekkel láttak el bennünket, hogy mit tudom én, a Dragunov volt az egy mesterlövész puska, mi csak úgy messziről nézhettük, ki volt éve egy asztalra, akkor már megjelent nem a BMP, de a BMP talán, az egy ilyen gyalogsági páncélos, igen, úgy hívták talán, és azon volt egy 70 mm-es hátrasiktás nélküli páncéltörő ágyú, azt is csak 2 kilométeres távolságból lehetett nálunk nézni, ott az egyiptomiak elvettek, és az izraeliak elvettek az egyiptomiaktól, mint a sok százat. Mikor kimentünk lövészetre, akkor kaptunk 9 darab lőszert, amivel el lehetett számolni. Tehát lehetett érzékeny az egész egy vicc. Úgyhogy egyszer, amikor ott feküdtem az UHK alatt, mondta, hát ezt hagyjuk. Jó, és akkor ezután jött ugye Eger, a magyar történelem tanári szak. Egy és... nagyon rendes ember segít, aki nem kértem semmire, de nyilván fölfogta, egészségügyi okokból le tudtam szerelni. Igen. És akkor így át tudtam menni felvételi nélkül a tanárképző főiskolára, a Ho Chi Minh-re, a csepeli kihelyezett tagozatra, és akkor aztán... Azt elvégezted, de csak úgy jól tudom, csak néhány hónapig tanítottál utána. Aztán azt elvégeztem, de közben Csepelen függetlenített kisbizottsági titkár lettem, a Dicső Földi László utódja. Tehát én a tanárképzőn ismertem meg a Földit, aki még egyébként embernek látszott. Most is ember, csak valószínűleg... De jó viszonyban voltatok, nem? Mert sok barátom volt, ez a, miről beszélsz? A barátom volt, amikor ugye kinyírták őt a washingtoni pozíciójából. Én most egy hülye hangzik, tényleg az utolsó véleményt harcoltam ért, és amikor hazajött, hát a mester segge volt, egy becsületes ember volt, eladták szegények az újpesti lakásukat a két gyerekkel, és hazajöttek a semmire. És akkor én már kilaktam a római parton, és akkor még megvolt ugye még a válásból a családi osztozkodás nem volt meg, és a Rottenbiller utcában volt egy lakásom, és ott laktak 4 évig ingyen és bérment. Tehát én nagyon szerettem a Lacit. Becsültem is, és egyébként minden látszat ellenőre tök normális volt. Igen. A tanítás aztán miért csak néhány hónapig tartott? Hát azért, hát nagyon egyszerű oka volt, mert hát azért a mozgalmi vénem, meg a politikai vélem előjött, jött egy hívás 82. februárjában, február 15-én szegény feleségem zokogva vette tudomásul, ahol elhívtak dolgozni a KISZ KB-ba, KISZ Központi Bizottságába, mert a pártállam is igyekszett magát reformálni, és a területi alapú szerveződés helyett ilyen ágazati szakmai struktúrákat oltottak létrehozni, és jött egy a KISZ Központi Bizottságában is egy ilyen rovatot létrehoztak, aminek hatalmi funkciói nem voltak, de értelmiségi ügyekkel foglalkozott, tehát oktatás, szakképzés, újságírás, művészet, kultúra, orvos, egészségügy, kutyafüle. És akkor kerestek egy olyan embert, akinek nem csak politikai, mozgalmi előélete van, hanem mondjuk van egy szakma, tehát úgy tud a közoktatásról,
hogy közoktatásból jön, ha már a közoktatással foglalkozik, és nekem ez volt a feladatom, és így hívtak el a Rákóczi Ötti általános iskolából, ami nekem katartikus élményeket és emlékeket hozott, és akkor elmentem a Kiskálvéba dolgozni. Akkor mondhatjuk, hogy akkor te azért már a hatalmi nomenklatúra részévé váltál ezzel. Abszolút, hogy nagyon hatalmi nomenklatúra. Én? Abszolút, persze, tudod. Igen, igen. És egyébként nagyon. A 80-as, amikor már 80-as években járunk, akkor része voltál ennek a rendszernek, ha így lehet fogalmazni. Annak a rendszernek. Annak a rendszernek. És mit gondoltál erről a rendszerről és az életképességről, hogy mikor érezted azt először, hogy ez záros határidőn belül megszűnhet, átalakulhat? Figyelj, de 1900, hát talán 89 környékén, hát aki 82-ben azt gondolta, hogy a jaltai rendszer az atomháborús fenyegetettséggel, meg azzal a világpolitikai paktummal, ami a Szovjetunió és az Amerikai Egyes, illetve a Nyugat és a NATO között létrejött, hogy majd fogja magát és összeomlik, ne vicceskedjünk már. Ugye annyira kíváncsi lennék ezekre a szájhősökre, hogy akkor mit csináltak volna egytől egyik, mindegyikre. Annyira el tudom képzelni a hülye pártitkárt, komolyan mondom, a Szijjártó, hát a Csepari Pártbizottságon simán el tudom képzelni. Mondjuk a Viktor lenne az MSZNP főtitkára természetesen, na mindegy, bár nem biztos. Tehát ilyenekkel ez a kérdés, ilyen szempontból nem volt kérdés, föl sem merült bennem, hogy hát ez meghaladta az ember fantáziáját. Igen. Az enyémet legalábbis természetesen, hát, de hát nekem csak 25-ös IQ-m van. Ellenben ugye egy olyan korszakban éltem, 85-86-ig, ahol előbb jelzett folyamatok azért, amiket emlegettem kulturális értelemben például, tehát táncás, stb. Igen. Meg művelési jel, meg kultúra, meg nem tudom mi. De mondjuk politikai viták zajlottak érdekekről, tehát volt egy belső innovációs késztetés is, hogy honnan, most ehhez én nem akarok ideológiákat gyártani, mert lehet, hogy túlzó apológiának tűnik, de egy csomó ember megjelent, aki gondolkodott azon, vagy érzékelte azt, hogy a rendszer nagyon sok szempontból diszfunkcionális, mindenek előtt gazdasági hatékonyság szempontjából, meg lehetett érezni, hogy az extenzív gazdasági fejlesztés, fejlődés tartalékai kimerülnek, hogy mit kéne csinálni. Tehát nem az volt, hogy mint ami most, hogy kus, meg kellett küzdeni. Lehet, hogy voltak olyanok, akiket represszió ért, de az általános, a kis táborokban is arról folyt vita, hogy és akkor most hogyan, miként terelődjenek az érdek, mondjuk a szakszervezet, jó, a szakszervezeten belül, a szakszervezet egy ilyen káderlerakó volt, és mondjuk szakszervezeten belül a szakszervezetek funkciójáról annak idején nem nagyon folyt vita, de ki, tehát a környezetet, illetve a politikai környezetben zajlott vita, meg megjelentek olyan figurák, én 82-ben ismertem meg Kósáni Kovács Magdát. Na mindegy, szóval az ember tudott annyiban politikai értelemben is előre nézni, hogy voltak kihívások. Hát most mit mondjak, amikor oda tudom, hogy hülyén fog hangzani. Mi kéne ki elnézést? Hülye vagyok én? Az. Tehát a Kiskábé nélkül nem lett volna Győri Balett, nem lett volna István a király, hogy más nem mondjak, és egy csomó minden. Engem még például sebbe is rúgtak, mert elfecsegtem valakinek. Most mondhatnám, hogy Jézus már nem is a represziók kértek, de nem volt, de jó. Meg Ribánszki elvtárs elküldött a halál retkes micsodájára, annak idején, hogy Csepeli Pártbizottság első titkára. És hát most újra bizony 89-hez, ugye ha... Na szóval, hát a... Nem csak, hogy én úgy, ami 89-ben, te viszont ha jól értelmezem, vagy jól olvastam itt az életrajzi dolgokat, már nem volt elégedett a változásnak a dinamikájával, mert ugye kiléptél 89 tavaszán az MSZMP-ből, mert ugye akkor sokan arra számítottak, hogy Kecskeméten ugye reformkörös találkozó van, és hogy Posga Imre ott meghirdett valami fajta új mozgalmat, akár új pártot. Igen. Az egyébként
most tudom, hogy ez a mi lett volna, ha kérdés az általában történelmietlen, szerintem nem teljesen, de ha ez megtörténik, akkor nyilván sok minden máshogy alakul a magyar történelemben és a baloldal történelmében is, mert ugye például te így nem voltál MSZP alapító tag, hiszen akkor te nem voltál tagja már az MSZP-nek, amikor ősszel átalakul, és azért azóta is sokan, hát most már nyilván talán kevésbé fontos ez a kérdés, de sokáig fontos kérdés volt, hogy miért úgy történt az, ahogy, tehát hogy miért jogutód lett az MSZP az MSZMP-nek, hiszen ezzel gyakorlatilag nyilván nagyon sok mindent meg is örökölt tőle, infrastruktúrát, stb. Stb. Ugyanakkor azt a terhet is cipelte magával, tehát hogy ha valaki utódpártnak nevezi az MSZP-t, az végül is történelmileg tényszerű. Szabolcs, a húscsonttal mérik. Tehát a jogi utódpártiságot muszáj volt, mert akkor ugye ez hatalmi párt volt, parlament volt, putyaföle volt, tehát önként és dalolva, ha alakít egy új pártot, akkor kívül megy a parlamenten, és kimaradott, és milyen döntéseket hoz, hogy más nem mondjak. Tehát az a helyzet, hogy nyilván annak a politikai erőnek, annak a mozgalomnak, azoknak az embereknek, azt a felelősséget is azért valamilyen szinten viselni. Igen, csak akkor a tiszta lappal indulás az már úgy nem. De Szabolcs, a történet nem játék. Az akkor azért nem volt játék. Biztosnak kellett lennie például annak, hogy az a kormány, annak a pártnak a kormánya, a jogudorlással annak a pártnak a kormánya lett például, önként és dalolva feloszlatja a munkatörzséget. Tehát azért figyelj ide, ez nem egy izé volt, nem a homokozóba. Itt az a helyzet, hogy aki ebben a sztoriban benne volt, mint ahogy én is, annak tudomásul kellett vennie ennek negatív következményeit is. Az ezért egy baloldali túlzás, hogy ott micsoda pozitív előnyeket vitt el, meg vittünk, mindegy. Én a Kecskemét miatt hagytam ott, aztán ugye Posgai alakított egy demokratikus Magyarországét, mozgalom című akármit, ami aztán szintén hamvába volt. Az ember azért tanul, ragad rá a koszon kívül valami, legalábbis... Tehát, hogy mondtam, ő elvétette azt a pillanatot, amikor nagyot lehetett volna dobbantani. A Posgai, és ez egy politikusi betegség Magyarországon, jellemzően mindenki úgy gondolja, hogy az ő végbele körül kell alakítani mindig a politikát. Még a szegény Posgai arról beszélt, hogy ő a politika centrum, mindig kérdeztem, hogy akkor és akkor tesszük jót, hogyha végbele környékén a centrumába bújjunk bele. És ő azt gondolta, hogy ez így fog. Ezt cseszte el, semmi más nem rontott el igazából. Ez az egyik dolog, a másik dolog. Nézd, a 89-ben az egyik nagyon élénk felismerés, ami nekem erős volt, és most nagyon-nagyon visszajön. Hogy Jézus Mária, hiszen itt egyébként a titkárnők és a nagybüdös felkete Mercedes tekintélye tartja egybe a párt egy jelentős részét, meg a társadalmi támogatást. Figyelj ide, azért ha Jalta nem omlik össze, szóval itt nem volt, ez nem Lengyelország volt. Ez nem Lengyelország volt. Itt mindenki azt hitte, hogy hónap után Burgenland minimum, ha levágjuk a izét. Itt nem volt társadalmi nyomás, szeta ide, szeta oda, meg nem tudom mi. Mindegy, lett, ami lett. Te azért egy új kezdeményezésbe beléptél akkor, ugye rövid ideig voltál egy valamelyik szociáldemokrata formációnak, pártnak voltál. Alapítottunk is. Alapítottál. Beléptem én az MSZDP-be is, meg a... De ez is egy elég rövid ideig tartott. Mi volt az oka, hogy ezt ilyen gyorsan... Nyilván a választáson nem szerepelt jól, ez egyértelmű, de... Hát nem. Hát az előtte megszak. Figyelj ide, ugye, amiről szintén kevés szó esik. Az a helyzet, ugye, hogy kitört a szabadság, mindenféle párt alakulhatott. Ugye? Igen. Az égvilágon mindenféle. Alakult is. És mindenféle ilyen összeesküvés elmélet eltérően én azt gondolom, hogy az akkori magyar MSZDP abba bukott bele, abszolút meggyőződésem, hogy ha valaki keresztény volt, mondjuk keresztény, tehát kereszténydemokrata pártba akart lépni, akkor belépett egy kereszténydemokrata, ha kisgazd, akkor belépett egy kisgazdába. Ezek Petrásovicsal az élen kerestek olyan embereket, akik nem voltak. Tudnélik, ahol kereskedni lehetett volna, az nagyjából az a 800 ezer ember, aki annak idején azért mégiscsak, ugye reformnácizmus meg fasizmus nem volt, de reformkommunisták voltak,
ami azért inkább a szociáldemokrácia, tehát az, annak a pártnak, az a pártal már erőszakot nem lehetett elkövetni a magyar nemzeten. Tehát az MSZDP-nek a bázisa, az MSZMP volt, tagsága volt. És ezek a hülyék azt hitték másokkal együtt is, a KDNP is így volt, 47-től folytatjuk a politikát. Igyekeztek úgy csinálni, hogy nyilván ebben volt önző érdek is, hiszen így tudták magukat előtérbe tolni, hogy 47-től lehet folytatni 1990-ben. Amikor ilyeneket, az emberek egy jelentősége nem is értette, hogy miről beszél. Igen. Amikor az MSZDP harcosabb antikommunista volt, mint nem is tudom, ki volt akkor a legszélső jobb. Hát egy vicc. Hát ha nagyon szélső jobb egyébként, akkor nem is volt. Tehát mármint párt keretek között nem szerveződött. Na de versengtek abban. Jó, igen. Egyébként ez mentális, hát amúgy az is így SZDSZ volt. Az radikálisabb volt antikommunista, mint az MDF 90-ben. Mindenki kereste, és megtalálta maga kommunistáját. Sose fogom elfejteni, a szakszeretek országos tanácsa. Annak idején ugye volt egy kísérlet, ebben vettünk részt, vagy próbáltunk néhányan részt venni, meg kezdeményezni. Maradjon egyben az egységszakszervezet, és akkor a 4 évente tartott üzemi tanácsi választások alapján legyen részben újraosztva a vagyon 4 évente, és legyenek pártfrakciók. Igen. Mint ahogy 56-ban volt egy ilyen kísérlet. És akkor annyira nagy kommunista keresés volt, és mindenki meg akarta találni maga a kommunistáját, hogy amikor a 90-es választásoknál volt olyan szakterületi tisztségviselő, mert voltak olyanok, akik elindultak egyéni választókörzetbe, és akkor a szakszervezet szólt, a vasbetonbe öltöztetve sok tufa, megszavazta, hogy az egyéni körzetben indulók kapjanak 40 000 forintos támogatást. Egy embernek nem adták meg. Nem mondom, hogy ki mindenkinek, mert ezek között egészen extrém nagy, magas, nagyon fontos antikommunisták is voltak. Meg rendes emberek is. Kósányi Kovács Magdának. Ez a közeg képes volt azt mondani, hogy a kommunistáknak nem adunk. Tényleg a hülyék országa volt már akkor is. 90-ben azt mondtad, hogy igen? Egyetértesz? Tudom, hogy ez a te véleményed, ezt erre még szeretnék majd visszatérni egyébként. 90 tavaszán te beléptél az MSZP-be, abba az MSZP-be, ami ugye nem csak a kormányzati hatalmat veszített el, hanem ők is mondhatjuk, hogy katasztrofális eredményt szenvedett, vagy katasztrofális vereséget szenvedett az első szabad választáson, és akkor azért nem mindenki gondolta azt, hogy ebben van komoly perspektíva az MSZP-ben politizálni. Neked viszont azt gondolom, hogy utána a következő 4 év aztán a legsikeresebb 4 év lehetett a politikai pályafutásod során, hiszen elég hamar komoly pozícióhoz is jutottál az MSZP-be, és hát 94-ben pedig emlékezetes körülmények között, igen. Ugye Buk Ferenc a Hősök terén, stb. Az MSZP ugye önmagában abszolút többséget szerzett a választáson. Sokan ugye leegyszerűsítik, hogy itt fajta kádári nosztalgia volt az, ami az MSZP-t ugye visszaröpítette a hatalomban. Te ezt egyébként akkor hogy láttad, mennyire volt ez szükségszerű? Jó, figyelj, de annyit arról, hogy miután az identitásom nagyjából az a baloldali kultúra, meg nem ragozom, ezért ugye akkor, amikor szakszervezet ti munkahelyemet ott kellett hagynom, mert vége volt az egységszakszervezet koncepciónak, és önként is, de ahova felálltam és eljöttem a szotból, mert nem óhajtottam azokat a munkatársokat, hagyj népszerűsítsem már magam, kirúgni, akiket én vettem oda, és akkor egy évig munkanélküli voltam, de hát a politika csak érdekelt nyilván. És igen, igazából az vonzott az MSZP-be, hogy láttam, hogy nem akarok az útszélű terminológiába belemenni, hogy úgy tűnik, hogy mindazok, akik ezt bizniszként nézték, azok elmennek, eltűnnek, nincsenek ott. Hát ismertem azért kicsi ez az ország. És mondom, na, hát megtisztul. Elmentek az MDF-be, elmentek a kisgazdákhoz, elmentek ide, oda, ahhoz, van itt egy megtisztul. Komolyan mondom. És hát végül is az történt, hogy Szekeres Imre fölhívott telefonon, mert hogy tudta, hogy hát a szakszervezeti múlt, tudta, hogy tudom a szakszervezet, hol vannak a szakszervezeti székházak, kik ott a vezetők,
ismerem a szindikalizmust, és hogyha én hívom föl XY-t, akkor föl fogja nekem venni a telefon, mert ismer. Ez az egyik dolog, a másik feladatom pedig az volt, vagy lett, hogy, és nagyon tanulságos volt, hogy keressem meg azt a nomenklatúrát, azokat az embereket, akiknek valaha közük volt a párthoz, az előtt párthoz, meg nem tudom micsoda. Úgymond felé leszem a társadalmi beágyazódást, tehát én eléggé jól megtapasztaltam egy, hogy abból nem lett semmi. És ugye hát a elmenekült elvtársaim is kommunisták, tehát mi voltunk a büdös komcsik, a volt komcsik számára is. Most éppen édes volt, mert megnéztem a Jusznak, meg a Farkasházinak egy évvel ezelőtt interjúját, ahol meglepődve konstatáltam, hogy 2023 a Jusz Laci bátran, és de a Teddy is, a Farkasházi is, igen, 94-ben ők nagyon-nagyon nem tolták az MSZP szekerét. Amikor ez nem volt jó üzlet, akkor megtisztult nagy részt ez a párt. Lett étosza, én imádtam azt, hogy mindent előről kellett kezdeni, hogy nem hívtak sehova. Egy kicsit analóg a mostani helyzethez. Oda kell menni, meg kell állni a falu határába. Jó, én 38 kilót köszönhettem ennek annak idején, mert annyit enni, inni, és annyi rossz pálinkát meginni, az a 3,5 év, az valami botrány volt, hogy ismerem a magyar pálinka kultúrát, mert hát be kellett kérezkedni, oda kellett menni. Beszélni kellett az emberekkel. Amúgy a nosztalgia, az, amit a Békesi mondott, hogy azt én máj napig elmegy a retekbe, a nagy képviségével együtt is, hogy mi ígértünk volna bármikor is 360-os kenyeret, nem ígértünk, hogy volt ilyen nosztalgia, ha úgy tetszik, spontán. Volt, nyilván volt. Hát egyrészt nem látok be minden lélekben, másrészt volt, de legkevésbé. Én ráadásul benne voltam elég erősen a programalkotásban. Igen, nekünk 93 végére már kormányzati szinten volt mondandónk, jogszabálylag. Talán te emlékszel a Monclo paktummal kapcsolatos. Igen. Ezt mi csináltuk, megírtuk, tettük. Akik voltunk, azok tudtuk nagyjából. Ezt különös... a Fidesz is bedobta a 90-es évek elején, ez a spanyol kiegyezéses modell. Drága Szabolcs, mi? Azt se tudták mi azt, hogy Monclo paktum. Hagyjál már! Hát én erre kicsit máshogy emlékszem, de azt hiszem, hogy ez most részlet rosszul, kérdés. Nem. Jó, rosszul utána lehetett. Nézzük mind a ketten, jó? Hát én nem nézek semminek utána, pontosan tudom, hát a Fidesz, mint a Monclo paktumról, ne hűtsé már. 94 után viszont hogy alapvetően megváltozott a helyzet. Nem, azzal kapcsolatban semmi nem változott, de ha jól sejtem, amit beszéltél, hogy volt az a számodra ideális állapot, hogy mondjuk olyan emberek eltűntek a párt környékéről, akik jobb, hogy eltűnnek. Nyilván a 94-es nagy győzelem után, ami ráadásul ugye az SZDSZ-tel együtt egy koalíció és parlamenti kétharmadot is jelentett, azért gondolom ezek az emberek úgy visszatértek, meg felfedezték maguknak nem újra kicsit. Az MSZP-t. És azért az egy nagyon sűrű időszak volt, abban az értelemben is, hogyha a 90-es évek derekáról beszélünk, nyilván ez már elkezdődött az MDF kormány idején is, de ugye voltak az olajügyek, voltak a különböző leszámolások, amelyek ugye megtépázták aztán a kormánynak a népszerűségét is elég rendesen, tudjuk, hogy milyen esetek történtek ugye a 98-as választások előtt, hogy te erre az időszakra hogy emlékszel vissza, és egy elég konkrét kérdést tudnék most itt be, hogy tulajdonképpen az MSZP kormány tette ezt meg, a Horn Gyula, hogy a Pintér Sándor országos rendőrfőkapitány, hogy nem hiszem 96-ban őt miért váltottátok le? Az egyik dolog az, hogy hát bizony, tehát az első forduló éjszakája után délelőtt volt egy elnökségi ülés, és akkor kijöttem az elnökségi terembe, és megláttam azt a sisere hadat, az valami egészen borzasztó volt. Ráadásul ezeknek egy jelentős részét nem is ismertem. Kiléptem az ajtón, és két ember azonnal nyújtotta ott a kezét. Az egyik, Isten nyugosztalja el, hogy most én ezt a ízét nem fogom mondani, csak úgy megkérdeztem, hogy és ti kik vagytok? Volt egy jelző is előtte, te el tudod képzelni, hogy mit kérdeztem. El. Tehát Faustra utalt. Igen. Hát ez ilyen, ez sajnos. Szerintem a nézők is el tudták képzelni. Igen.
Hát igen, ez elkezdődött. Én azután egyre és elfoglalták a döntéshozatalt, jöttek. Ez szerintem a Hornak az egyik nagy hibája volt. Igen, azt akartam kérdezni, hogy ezzel ellen nem lehetett tenni valamit? Tehát... Ezzel tehát a főnök volt a főnök. Ezzel nem lehet. Volt ilyen, tehát mit tudom, még az első elnökségi ülések közül az egyik volt olyan, például, ahol ugye már vissza akarta a Horn hozni a Medgyesit, és akkor mi ezt már akadályoztuk, az elnökség már akadályoztam. És akkor a Pál Laci lett a mit tudom én, aztán még volt olyan, amikor meséltem valahogy, csak néztek, mint a Rozier moziba, akkor én még ügyvezető alelnök voltam, és ugye előkerült az a kérdés, hogy ki legyen a privatizációs miniszter. És akkor bizony az SZDSZ féktelen ellenállása a Kunciaiban, ott voltam a társaságban, ezt a történetet előadtam egyébként, féktelen ellenállásával. És Horn Gyula, Isten nyugosztalja, szegény, igencsak be volt csinálva, ezt nehéz elhinni, ellenállása ellenére az elnökség, az én előterjesztésemmel Lukman Tamást választott a privatizációs miniszternek. Tehát az elején még volt ilyen. Aztán utána végül is felőrlődött. Egyebek mellett például abban, hogy alig lett a Horn miniszterelnök, vagy már jelölt, már bent, hogy főleg a békesi, vitányi üzétől, hogy ahogy át meg kell buktatni. Tehát alig márciusban, csak meghívtak valami nagyon fontos helyre, a Béla Király útra, ott volt néhány reprezentatív figurája az MSZP-nek, és egyszer csak idejött, hogy az a napi rend, hogy a Hort meg kell buktatni. És akkor hát én ügyvezető alelnök voltam, és mondtam nekik, hogy hát drága hölgyeim és uraim, elvtársak, az a nagy büdös helyzet, hogy én nem ezért kapom a fizetésemet, én azért kapom a fizetésemet, mint ügyvezető alelnök, hogy biztonságban kormányozom. És volt egyébként jelölt is helyére? Volt különben, volt. Ki? És felálltam, és eljöttem. És édes volt a másnak. Most meg lehet kérdezni, hogy ki volt majd, előtt? Már hallottam, majd válaszol. Igen, mindjárt. Jó. Követ meggondolkodom, hogy akarok-e válaszolni. Igen, jó. És mi az Isten haragja, és akkor kijött, másnap reggel hívtam a miniszterelnököt, mondtam neki, hogy ezek vagyunk mi magyarok, ilyenek. És akkor, hogy hát akkor beszámolnék a tegnap estéről, és édes volt a Gyula, mondta, hogy nem kell, mindent tudok. Mindenki fölhívott ma este, rajtad kívül, mindenki feljelentette a többieket, tudom, hogy te felálltál és eljöttél. Hát ez egy ilyen ország. Na, és még egy, hogy fokozzam a te adrenalin szintedet. Voltam én egyszer például külföldön, hivatalosokból, na jó, végülis a magyar hangot szeretem, akkor itt fogom elmondani először. Nagyon érdekes, nagyon pikáns a dolog. Izraelben voltam, rajongva szeretem azt az országot, meg egyáltalán, nem vagyok zsidó. Turáni taurid vagyok, hülye hútlok és szittyák sokkal régebbi, mint ik. Szóval, és a vendéglátóim mondták, hogy lesz egy fogadás a magyar nagykövetségen. Mondom, jó, menjünk el. És hogy meg vagy hívva, mert hogy én. Igen. És mondom, akkor ugye megyünk. Ők nem. Ne csináld már, dolfát, addig szerettem Izraelbe járni, hogy majdnem mindenki beszél magyarul, meg nem tudok semmilyen nyelven. Csak magyarul, ha egyáltalán. Ha jó, hát nem jöttök, nem értettem az egészet. És akkor, hát volt ott nagy hacacáré, magyarok, itt a mindenféle emberek. Majd vége lett ennek a hacacárénak, és akkor mondta az akkori nagykövet nekem, hogy baradjak már egy kicsikét. Volna egy meglepetés vendég. És hát maradtam. Leültem egy ilyen kis üzébe.
majd nyílt az ajtó, és megjelent Konrád György, akit én nagyon, tehát látogató, városalapító, hát én segre ültem, amúgy is, azért van bennem tekintélytisztelet, főleg, ezért mindegy, ó, mester, és akkor nagyon, mester, úgy, meg megittük a kávét, és mondta, hogy hát neki azért volna egy javaslata, beszéljük már ezt meg. Hát, hogy Horn Gyulának mennie kéne. Mondták egy helyen, egy idegen országban, a Magyar Nagykövetségen, nekem. Hát ugyanaz volt, mint ahogy én mondtam, hogy mester, az ájulattól nem tudok szóhoz jutni, de hát ezt ugye nem gondoltak olyan. Hogy egyáltalán itt, nem Izraelről beszéltek, ne, meg mit képzel. Felálltam, jöttem ki, a nagykövet látta, hogy mi van, és nem tudom, mindegy, megsajnáltam, de mondtam neki, hogy ide figyelj. Az, hogy most nem rúglak föl, mint kakas egy lyukszart, és nem jelentelek föl, az a Szentföld kegyelme. És akkor kimentem, ott álltam éjszaka egy nagy város, nagy költség előtt, azt sem tudta, hol vagyok. Mondom, jó van, majd csak oda találok valahogy. És akkor elindultam, aztán csak rám villogott egy, hogy hívják, egy autó, és akkor nézem, akkor integettek, és akkor ott volt a barátom, Isten nyugosztalja, akit végtelen szeretek, Dov Pár, a brit hadsereg páncélos őrnagya, és mondtam, hát ezért nem jöttetek mi. Azt gondolod? Nem gondolhattad, nem mondhattuk el, ez a ti dolgotok, mi ebben nem fogunk beleavatkozni. Meg egyáltalán, amúgy, mondta az öreg, nonsense. Jó, mindent tudtak, igen. De ez nonsense. Mondtam neki, de egyébként aranyos volt, mert tudták már a válaszomat akkor, úgyhogy arra nem volt szó, hogy most mit csináltál, vagy mit mondtál. De hát azért mégiscsak ott voltunk Izraelben, tehát nekik dolgok volt tudni, hogy... De kár, hogy ezt a bár nem tudom Konrád Györgytől megkérdezni ezt a történetet, hogy ezt megkaphatod, hogy értem. Konkrétan, de egyébként kár, persze, szerintem kár. Is. Szerintem kár. Is. Még volna, szándékosan választottam olyan történetet, senki nem él már abból a körből. Na? Igen. Akit javasoltak volna a miniszterelnöknek, ő sem él már. Ja, hogy ezt nem mondtam el. Azt nem. Én figyelek azért. Az én édes maglámból szerettek volna miniszterelnököt csinálni. Pedig, hogy nem szerették őt. És ez egy olyan javaslat volt, amit ha neked mondanak, azt gondolhatják, hogy ez neked azért tetszik. Ja. Egyébként fura módon mégiscsak az SZDSZ buktatta meg Horn Gyulát, abban az értelemben legalábbis. Ugye a 98-as választás, ami ugye meglepetésre hozta azt az eredményt, hogy a Horn kormánynak mennie kellett, mert ha utána nézünk, akkor azt látjuk, hogy az MSZP, ha megnézzük a listás szavazati arányokat, nagyjából ugyanazt az eredményt hozta, mint 94-ben, körülbelül ugyanannyi volt. Az SZDSZ volt az, ami ugye jelentősen veszített a támogatottságából, talán a kétharmadát elveszítette. Ennek persze lehet, hogy pont a koalíció volt az oka, de most azt gondolom, hogy ebben nem érdemes belemenni. De ugye ezért alakult ki úgy a helyzet, hogy többségbe tudott kerülni ugye ez a jobboldali középjobb koalíció. Tehát ilyen paradox módon még az SZDSZ-nek sikerült a terve. Egyébként a Holgyával kapcsolatban mi volt a fő kifogás? Ez csuda pali, ez a szarjat össze, hogy tényleg figyelj, de ezt a fajta okoskodást, tehát én nagyjából agyvérzést kapok, de komolyan, hogy és akkor paradox módon sikerült a terve, de semmilyen terve nem volt, elkopott az SZDSZ, nem volt, stb. Stb. Jó, világos, hát irónia volt, ugye? Tudom. Na. Nem csak, hogy azt én értem, hogy mondjuk a jobb oldal szemébe miért volt a Horn Gyula egy vörös posztó, ezt tudjuk, ez világos, de az, hogy a koalíciós partnerek, és ezek szerint azért az MSZP-n belül is bőven voltak olyan csoportok, amik ebbe a Vitányi részt vettek volna. A Vitányi nevével fémjelzett úgynevezett, ezt most nem... Tehát ők magukat még szociáldemokratának gondolok. Jó, hát az MSZP-ben akkor több irányzat volt. Hogy mi bajuk volt vele? Hát
Figyelj ide, én azt gondolom... Azok tudod, nyilván egy teljesen más politikai kultúrát képviselt, mint ők, de hát ez egy például dolog. Például igen, tehát igen, igen. Egyrészt a politikai kultúra nyilván, akkor ha úgy tetszik a múltja, aztán Gyula nem volt kifejezetten értelmiségi, aztán voltak ő neki nem szerethető tulajdonságai, egy csomó, ha úgy tetszik, politikai értelemben is. Mondjuk ő, a Gyula se nagyon kedvelte az SZDSZ-t, ezek ilyen, az az igazság, hogy hát az az igazság, hogy jó, a Békesi, jó, tehát a Békesi sokat tett, sokat próbált megtenni annak érdekében, hogy a hor megbukjon. Nem tudom. Miután éppen ahogy hívjáknak is, mondtam, hogy társ, most nem régi menet, például, igen, volt egy nagyon elitista attitűdje az SZDSZ-nek. Ők például, hogy más nem mondjak, ugye egyszer vettek komolyan, vagy kétszer. Soha nem vettek. És nagyjából valamelyest nem akarok beszélni magam a Hornnal, meg aztán pláne. Nem volt a Horn sem, meg hát jó, hát én sokkal kisebb jelentősége bírok. Nem bírták a pofánkat, vagy nem tartottak, mit tudom én. Na mindegy, azt akarom mondani, hogy két alkalommal vettek komolyan mindösszesen engem ügyvezető alelnök koromban is. A Zucman privatizációs miniszterelnöksége, meg hát ez a történet a Konráddal. Egyszerűen van ilyen, nem tudom. Nem. És ezek az élmények, hát negatív élmények voltak azok, amik többek között arra afelé tereltek téged, hogy 98 után, ugye te nyertél a körzetben, egyéni körzetben, de ugye az MSZP, mint már említettük, veszített, tehát ellenzékbe szorult 98-tól, hogy akkor te szép lassan eltávolodtál a pártól, meg ki is léptél az MSZP-ből. Hát az nem. Tehát az, hogy a hatalmi politizálásból kiszállok, az obligált találkozások után elég gyorsan kiderült, hogy én erre alkalmatlan vagyok. Tehát nekem ez nem megy. Az, hogy te a hatalomban babrálok. Ez nem. Igazából 99-ben döntöttem el azt is, hogy egyébként is ki fogok szállni. Nem volt ez így tervbevéve, hogy ott hagyom az MSZP-t, nem tudom mi. Igazság szerint én tényleg nagy részt 99-ben volt egy történet, amikor én azt gondoltam, az volt a meggyőződésem, hogy volt olyan kormánytag, volt egy kormánytag, és az által vezetett intézménynek kérdezett, meg úgyse fogom elmondani, akit bíróság elé kellett volna vinnünk, büntető perben, még ennél súlyosabb időben, arra nekem azt mondták, hogy nyet, és akkor az már egy 50%-os lépés volt, és aztán, amikor jöttek a Gyurcsány, Medgyesi, de hát mondjuk a Medgyesivel kapcsolatban volt olyan illúzióm, hogy ő legalább meg tudja különböztetni az áfát az ifától, és lehet, hogy jobb nem ártan ennek az országnak egy olyan miniszterelnök, aki azért ehhez ért. De hát ez aztán ugye, amikor jött ez a kampány, több pénzt az önkormányzatoknak, több pénzt az embereknek, ami látszólag egy furcsa, semleges üzenet, de néha aljasabb kampány. Tehát igazából itt Magyarországon persze csak aljas kampányok voltak, mert olyat még nem láttam, hogy nem aljas, a 94-es leszámítva, amit mi csináltunk. A többi az erkölcsileg is és mindenféle szempontból. Na mindegy, és akkor hát ezért én nem vagyok alkalmas hatalomban lenni. Nem tudom elviselni azt a közeget. Nem bírom ezt a gentry izét, meg ezt, meg... Amúgy az olajbiznisz az 94 előtt kezdődött. Ezt mondtam is, hogy ennek a gyökerei azok már, és nem nyúlnak. Csak a gyökerei, hanem azt kéne egyszer. Én annak idején a vizsgálóbizottság előtt is mondtam, hogy azt nézzék már meg, hogy kik voltak azok, akik bevitték a parlament elé.
azt a jogszabályt, ami a halasztatvány engedélyezést. Ezért ugyanígy egyébként a belterületi folyadékkal kapcsolatos sztorira ugyanígy érvényes, hogy kik és miért, amúgy meg Tocsik Márta ártatlan. Igen? Hú, hát most nagyon sok mindenről lehetne még beszélni, csak közben már a műsoridőn kezd lejárni, ezért olyan téma. Nem, ez így nagyon érdekes volt, azt gondolom, és amit csak elmondom, mit nem kérdeztem még meg, ugye két emberre akartam még rákérdezni, az egyik az Máté László, a másik Simicska Lajos. Egy kérdésem lenne vele kapcsolatban, azt nem kérdezem meg, hogy Simicska Lajossal mikor beszéltél utoljára, mert tudom, hogy régen. Mostanában nem is nincs kapcsolat igazából már közöttetek. 2017, így van. De az igaz, hogy Máté László, aki lehet, hogy a fiatalok nem tudják, ő ugye az MSZP pénztárnoka volt egy időben, és volt alelnök is abban az időszakban, amikor ugye te is vezető pozícióban voltál, hogy ő volt az, aki ezt a pártfinanszírozást igazából úgy Magyarországon kitalálta, és hogy Simicska Lajos is tulajdonképpen tőle vett át nagyon sok mindent? Vagy ez így nagyon leegyszerűsítése a dolgoknak? Egyszerű, teljes félreértése. A dolog onnan indul, hogy annak idején a rendszerváltó politikai megértelmiségi, nem tudom micsoda, elit, azt gyávaságból, és nem tudom micsodából, ugye azt mondta a közönségnek, hogy hölgyeim és uraim, a több pártrendszer olcsóbb lesz, mint az egy pártrendszer. Kettő, nagyjából azt ígérte az akkori elit, hogy csak ilyen úttörők, meg kisdobosok fognak politizálni, akik pusztán csak a haza szolgálatában, egyébként egzisztenciális igények nélkül, mert hogy ezek nem családfenntartók, és ugye az üzletekben nem kell fizetniük. Amúgy meg a politikát lehet pénz nélkül csinálni, a plakátok nem kerülnek pénzbe, implicit módon ilyen ígéretek. Ez a probléma. Ez a probléma gyökere, és máj napig ebben a hazugságban kell embereknek megtalálni annak a módját, hogy hogy legyenek a pártok finanszírozva, vagy az adott párt hogy legyen finanszírozva. Más kérdés, hogy ellepték a pártokat a tolvajok, és a pártlogó nevében elvégzett rablások egy jelentős része magánrablás, és baromira nem mindegy egyébként, hogy valaki hatalomból egyszerűen intézményesen rabolja ki az országot, a maga és ha úgy tűzik pártja rabára, bár a hatalmi párt az már nem létezik szerintem. Tehát ott, aki lop a Fideszben, az magának lop. Hát a Fidesz az nincs. Állam van, plusz. Na szóval ez a probléma. Hát ebben ki így, ki úgy, jó, rosszul, etikusan, kevésbé etikusan viselkedett. Egyébként a Simicska Lajos ezek közül, és most nem akarok a különbségekbe belemenni, ezek közül szerintem messze a leg mondjuk így korrektebben viselkedett. Igen, tulajdonképpen te azt mondod, hogy az a hamis feltevés, amire, vagy az álszent kiinduló pont az, hamis ami bizonyos esetben rá is kényszeríti a szereplőket, hogy olyan dolgokat csinálnak, amik ugye nem feltétlenül helyesek, de azért nyilván ez nem ad felmentést senkinek az alól, hogyha akár elkölcsileg, akár mondjuk nyilván a törvények kiátszásával teremti meg ugye a politizálásnak nem, ugye az anyagi bázisát. Nem, tényleg nem. A utolsó vagy utolsó utáni kérdésem az lenne. De azért a hülyék országát nem mentsük fel a felelősségre. Na ez az utolsó kérdésem, hogy ugye ezt te gyakran mondod. És amikor én bólintottam, akkor azt mondom, hogy ó, ez ismerős. Ennek szólott, most ezt most is sikerült kimagyaráznom. No de, ugye te most egy pártnak vagy most már a tagja. És azt mondod, hogy olyan komoly funkciót nem szeretnél ott vállalni, legalábbis ezt hallottam. De nyilvánvalóan most már ha te megnyilatkozol, akkor valamennyire, azt nem mondom, hogy a párt az MSZP nevébe, de mondjuk a MSZP-t összeköthetik azzal, amit te mondasz. Azt gondolom, hogy ez tiszta sor. És hogyha megnézzük azt, hogy hogy áll a pártok támogatottsága, és most nem az MSZP-ből fogok beszélni, hanem azt, hogy azt látjuk, hogy azért a Fidesznek van egy nagyon-nagyon-nagyon masszív szavazóbázisa, akár lehet 3 milliónak nevezni, lehet, hogy most kevesebb, de ugye ez nagyon sok. És én úgy, ha matematikailag nézzük a dolgokat, és nem gondoljuk azt, hogy majd valaki egyszer az összes eddig bizonytalan, aki nem ment el szavazni, azt megszólítja, ez valahogy nem szokott azért bekövetkezni, mindenki erre hajt, de mérsékelt eredmények szoktak lenni. Politikai változás nem nagyon lehetséges anélkül, hogy ebből a fideszes tömbből valamit leszakítson valaki magának, vagy az egész ellenzék. És arra mondom, hogy biztos, hogy már politikai szereplőként szerencsés azt mondani, mondjuk ilyen hülyék országa, vagy általában mondjuk erre a szavazó bázisra például azt mondani, hogy hát ők ilyenek meg olyanok, mert ezzel ugye, és a politikus nyilván hatni akar, a politikus nyilván
szavazókat akar szerezni, új szavazókat akar szerezni, meg megtartani. Nem azt mondom, hogy legyen álszent és udvaroljon mindenben a választóknak, na de hogyha a választó azt érzi, hogy hát ő tulajdonképpen még így jól le is tolják, meg negatív véleményeket mondanak róla kollektíve, tehát hogy ez az új politikai szerep, ez nem kell, hogy felülbíráld a saját hozzáállásodat ezzel kapcsolatban? Nem. Egyáltalán nem. Az a helyzet, hogy az egyik probléma, ami miatt ott tart ez a haza, ahol tart, külpolitikai, gazdaságpolitikai, oktatáspolitikai értelemben, az az, hogy állandóan ezeknek a pillanatnyi kegyek után szaladgál. Hát a világ olyan egyszerű lenne, hogyha a napi közvélemény kutatási adatok alapján kéne csinálni a politikát. Lehet a fasiszta politikát, lehet így. Csak én nem napiról beszélek, azért itt vannak trendek, amik elég világosak. Jó. Figyelj ide, Szabolcs, hát a magyar politika arra épül, hogy az emberek 86-szor is hagyják magukat átverni mindenféle prompt ígéretekkel, amelynek mondjuk egy része abszolút érzelmi, irracionális. A magyar férfi társadalom egy jelentős része megelégszik azzal, hogy a vezér látszik férfinak, tehát nem kell otthon férfinak lenni, van egy főnök, aki férfi. Hát a világ vicce az egész. Hát, na most én meg őszintén szóval úgy gondolom, amúgy is, miután ilyen a krónikus önállítás egyében, hát 100-valány éve, én nívótlanul és tehetségtelenül amúgy bocsánatot kérek, 70-ben adtak kezünkbe a Gartner Éva az Adi publicisztikáit. Mm. És akkor úgy sok mindent nem értettem. Öcsém, hát sokan hívótlanokban is nem Adi Endre színvonal. Mm. De attól ugyanaz. Ez történik. Most ezért hozzam magam abba a helyzetbe, hogy a négy unokám majd, amikor visszanéz, azt mondja, hogy a nagyapjuk egy fostalicska volt. Hát ne vicceljünk már. Amúgy, meg hogyha egy társadalom nem viseli el az igazságot, nincs testvázlata, ez például szintén az úszodában tanultam. Hogy kisfiam, az a helyzet, hogy az emberek tudnia kell, hogy milyen hosszú a lába, a karja, mit tudom én, mekkora, azért jár sportorvoshoz, tudd, hogy ki vagy, hány kiló és hány méter. Na most én abban semmi különöset nem látok. Egyébként most már lassan, nosztalgikusan gondolok arra, hogy a Kovács Lacinak volt annyi bátorsága, hogy azt mondta, hogy merjünk kicsik lenni. Hát nézd meg, ezt az egész szájhősködés hova vezetett? Csicskák lettünk. Most ez a nép ezt imádja, hogy hú, és akkor a főnök azt mondja, meg ez a szíjától, miket hazudik bele a pofánkba, hogy, és akkor ezt értük el, meg azt értük el, meg mindegy, nem sorol, mert ugye nincs idő vége, mi is, hogy mindegy. Tehát én, nekem nem ez a misszióm. Amúgy meg ennek annak, hogy elmondjuk az igazat, igyekezzünk az igazság, még akkor is, hogyha az, amúgy én ezt élvezem. Akkor is élveztem, meg gyerekkoromban a homokozóban is éreztem, hogy egyedül vagyok. Amúgy egyedül vagyunk. Akárha ez a nemzet is ebből az egyediségéből tényleg világméretű proféciát csinálna, de képtelen rá csak magát szugerálja. Szóval ez nem tartható, hogy azzal a megfontolással, amit te is idejézted, meg amiatt a megfontolás miatt nem lehet olyan reménytelnek tűnik minden olyan politikai kezdeményezés, vagy a reménytelenség okán mindenki lemond arról, hogy elmondja. Na most az MSZP ráadásul most azért megütött egy olyan hangot, ami nekem nyilvánvalóan, ha úgy tetszik, genetikusan is fontos, ez a szakszerveti szindikalista hang, amit a Komjáti hoz markánsan. És ez a kvartett, amit most látok, ugye azért a Hiller egyetemi tanárságával, a Kunhalmi szumfrazsettsége, a Tüttőkatának a közgazdasági hozzáértése, nem tudom mi. Én azt tudom, hogy az MSZP-nek nem szabad eltűnnie. Az a minimális program, hogy egy ilyen hang jelen legyen, és nem véletlenül.
tudnék, Isten bocsássa meg nekem, a magyar parlament 4/5-e náci. Tetszik érteni? A kétharmados Fidesszel, és a mit tudom én hány százalékos őtrágyájukkal, akiknek a nevét nem fogom kiejteni. És Isten káromlás, zseniális, ahogy kitalálták, hogy úgy hívják magukat, az az Isten káromlás, hogy mi is úgy hívjuk őket, ahogy hívják magukat. Ugye tudod, hogy kire gondolok? Igen, igen, igen. Na most, igen. Akkor egy baloldali politikára szükség van, ami, ha úgy tetszik, vállaltan. Csak hát ez egy nagyon erős dolgot mondasz, hogy a magyar parlament 4/5-e. Igen. Hát hiszen ezt a magyar parlamentet a magyar társadalom választotta és meg. És akkor ez mennyiben, hogy is mondjam, cáfolja azt az állítást, amit most... Nem, mondtam. Csak én azt gondolom, hogy a náci az egy olyan erős jelző, hogy igen. Azt mindenképpen csak olyanokra érdemes használni, na. Akik ki is érdemlik ezt. Hát olyanokra használom. Azért te ismered a Kurucinfo, meg a, egyébként a nácit, meg igen, a nyilas magyar igen. Terminológiát, meg nem tudom micsodát. Hát tessék, jó, csak én erre azt tessék mondom, meghallgatni őket. Igen. Csak... Tessék megnézni, hogy mit csinálnak. És én láttam azt a játékot is, amit a Fidesz folytat ezzel a csoporttal, de ugye a Fidesz azért lényegileg ez lenne, azért abban nekem vannak kételjeim. Szabolcs, én ezt megengedem. Köszönöm szépen. Abban vannak kételjeid, amiben köszönöm szépen, és én is megengedem, hogy ez legyen a vélemény, és azt hát gondolom, hogy ez így normális amikor, dolog. Ráadásul abszolút analóg dolgok történnek. Horthy kiengedte Szálasit, jó nem Orbán Viktor, hanem kegyelmes asszony kiengedte a nyilasokat. Hát miről beszélünk? De a terminológia minden, hát lassan már a Kurucinfo jobbra lesz, vagy balra lesz attól, amit ezek művelnek a parlamentről. Hát és nézd meg a izét, most jött egy bírósági döntés, és egyre másra szaporodnak ilyenek ugye ezzel a szegény transznemű emberrel, ugye, hogy nő vagy nem jövő. Vannak jogszabályok, ugye, aminek alapján a bíróság hozott egy döntést, és ezek most már még a mezei parlamenti képviselő is ott tart, hogy arra mondjuk, hogy kell hozni egy másik törvényt. Amúgy meg mondok még egy dolgot a magyar hangnak, jó? Meg magunknak. Jó. Múltkoriban voltam egy műsorban. Azért a műhelyekben, csak akkor nem akartam lecsapni, mert elvitte azt a műsort. De most akkor itt az alkalom arra, hogy felhívjam arra a figyelmet, hogy már ezek között még ráadásul egy csomó hülye is van. És ez a szerencsétlen Bencsik Gábor előadta, hogy vita van a Fideszben. Hűha. És miről van vita? És az értelmiségi körben. Arról, hogy kell-e több pártrendszer és ellenzék Magyarországon, ezt így belemondta Pacekba. Így bele. Na most, arra emlékszel, hogy az Orbán egyik reggeli műsorban már jó néhány hónappal ezelőtt, de ő is hajlamos azért arra, hogy ezt, hogy vannak dolgok, amikről én nem beszélhetek. De erre vannak azok az emberek, a képviselők és az értelmiségi holdudvar, hogy ők kezdjenek el ezekről beszélni. De szerintem, aki most ezen meglepődött, ha esetleg hallgatja ezt a műsort, amit most elmeséltem, azon nagyon meg lennék lepve, rajta se látom a meglepetést az arcodon, de itt tart a Fidesz. És az etnikai nacionalizmus nem áll tőlük távol, és ugye a fasizmus kombinálva némi etnikai nacionalizmussal, az már arról sem beszélve egyébként, hogy minden ellenkező híreszteléssel szemben, ez egy másik szociológiai ismeretet, vagy mélyebb szociológiai ismeretet, de nagyon komoly probléma ez vidéken. És kétségkívül az is igaz, ezt el kell ismerni, hogy a miniszterelnök maga beszélt ugye fajvédelemről, ugye nyilvánosan, bár ugye később azt mondta, hogy hát néha szokott félreérthetően fogalmazni. Jó, de képzeld el, hogy ezt egyébként hogy dolgozzák fel azok az idióták, akik úgy kapták fel, mint gyöntjük a taknyot. Ők biztos félreértették. Abszolút. Jó. Azt hiszem, hogy nagyon sokszor mondtam volna azt, hogy most ez egy jó végszó, nem biztos, hogy ez az volt, de a műsoridő tényleg letelt, és még van egy-két szolgálati közlemény. Először is mindjárt megköszönöm Csintalan Sándornak, hogy itt volt és válaszolta. Nincs mit, két forint, köszönöm, egy ilyen még volt, már most hiányzó. Tehát
Most a műsor, ez a szolgálati közlemény része, 3 hét szabadságra megy, hiszen nyár van, de nem fenyegetésként mondom, vissza fogok térni, és egyébként nem csak ezt a szabadság lejárta után, hanem én is ott leszek jövő héten a Hadszín Teátrumban, azt hiszem Sándor is, ugye, a Kötött Fogás Extra felvételén, de olyan illusztrus vendégek lesznek még ott, mint például Karafiát Orsolya, vagy elsőként szerepel Aranyosi Péter is, és egyébként pedig a Magyar Hang országjárása is folytatódik, jövő pénteken Szent Gotárdon leszünk, és utána jön ugye már másnap szombaton 22-én ez a bizonyos Kötött Fogás Extra felvétel, úgyhogy iratkozzanak fel a csatornánkra, jelezni fogjuk, hogy mikor folytatódik a Kompország, keressék az újságot, köszönöm szépen a figyelmet, a viszontlátásra! Thank you.